a haraghoz. Kiapadsz-e harag, te zuhatagos vadbérci patak, mely zúgva rohantál a mélybe, s vetettél szilaj habokat, kiapadsz-e harag szívemből örökre? Hát csendes házi madár lesz az erdei sasból, mely körmeit egykor a bőz zivatar hátába ütötte, és rajta lovagla kevély diadallal. Hát vállat rántó és fejbillentő és hálósapkás jó békés polgár lesz a tüzes ifjú, ki néha magával nem bírt, kinek ez volt a neve egykor mindenkinek ajkán, Haragos Petőfi. Mi aggalom ez, mi hiába való? Nem hagyhat el engem nemes indulatom az ifjú harag, nem apad ki szívemből ez zuhatagos vad bérci patak, s nem fog kiapadni. Csak csendesedett most némileg árja, mert róna mezőkön megy útja keresztül, mezőiden hegy, s völgy nélküli jelen, de ott a jövendő sziklás vadon a mélységeivel, ha majd odaér haragom pataka. Megnőve folyammá úgy fog lezuhanni elleneidre hazám, mint a feneketlen örvénybe a féktelen Niagara. Pest, 1847. december. Hogy egészen pontosan mely decemberi napon írta Petőfi ezt a verset, nem tudjuk. Gyaníthatólag a Cakó temetésén című vers közvetlen közelében, talán utána, és gyaníthatóan ennek a versnek az előzménye visszanyúlik 1847 őszébe. Mert azon az őszön, hogy újra összehívták az országgyűlést, követeket választottak, Deák megírta az ellenzéki nyilatkozatot, Pest vármegye Kossuthot választotta, és november 11-én, tehát 1847. november 11-én meg is nyílott az országgyűlés. De Petőfi részint Nászúton volt szeptemberben, októberben, novemberben, 4-én már visszaérkezik Pestre, de nem sokat hederítő az ilyen politikai dolgokra. Mondja később, majd 48 március idusa után, hogy valami fásult egykedvűséggel, vagy valami bűnös egykedvűséggel nem nagyon foglalkozik a napi politikai élettel. Miért is nem? Mert úgy gondolja, hogy meddő, hogy hasztalan csatározások színhelye a politika, és persze ebben a légkörben fogant a magyar politikusokhoz, amelyről már beszéltünk, és ebben a légkörben fogant ez a Haraghoz című vers is. Mert Petőfi úgy látta, hogy itt már reformkezdeményezésekkel, az osztrák házzal való állandó egyeztetésekkel, felirati javaslatokkal, parlamentáris eszközökkel, holott a parlament alól is kihúzták a talajt, már semmire nem lehet menni. Várt tulajdonképpen a jelre, amelyet majd 1848. február 24-én a párizsi forradalom híre, a 13 európai forradalom közül az egyiknek, és hát vigyázó szemeiteket Párizsra vessétek, mondta már Bacsányi János is, tehát tulajdonképpen a harmadik francia forradalom 1789 és 1830 után, ez az 1848-as adja meg majd a jelet Petőfinek, és addig is vár a Niagara lezuhanására. Megnyugtatja itt ebben a versében ellenfeleit főleg, hogy nem lesz ő hálósipkás filiszter, és nem lesz majd olyan nyárs polgár, aki nem nagyon foglalkozik a történelemmel és az ország sorsával. Petőfinek egyébként is életének egyik nagy kérdése volt és maradt is mindvégig a türelem és a haragnak a kapcsolata. Egyik ilyen versét már az év első felében a türelemről, ugyancsak ebből az évből való már idéztük,
amelyben a türelmet a szamarak és birkák erényének mondja, és ez fenn is tartja most a Haraghoz című versében is, mert lehetetlen nem haragudni a rosszra. Majd 1848. januárjában is ezzel lép fel, amikor az Olaszország című versét írja, de már ezelőtt egy évvel, 1847. januárjában is ezzel lép fel, amikor is az Egy barátom az ifjúság című versében azt szögezi le, hogy ő nem akar olyan könnyedén vállat rándítani a rosszra, ő attól fél, ha valamitől fél, csak attól fél, hogy nehogy valami fásultság vegyen erőt rajta, nehogy a jó és rossz közötti különbséget ne lássa világosan, és nehogy ne kövesse teljes szívvel a jót, és ne gyűlölje, ne vesse meg, ne utálja meg teljes szívéből ugyanakkor a rosszat. Tehát Petőfinek ez az egész életében, és hát főleg az utolsó három év, mert 1846. május 22-e a Váradi Antalhoz episztola után érezzük azt, hogy Petőfi költészetében választó vonalat kell húznunk, és ezért mondom, az utolsó három évben még inkább nagy kérdés ez, és itt fenntartja régi felfogását, hogy nem lehet nem haragudni a rosszra, és nem lehet belesimulni csak olyan nyárspolgári módon ebbe a világba, hogy azt nézzük, hogy mit eszünk, mit iszunk, mennyire van jó sorunk. Ő nem akar sehonnai bitang ember lenni, ki, ha kell halni, nem mer. A Haraghoz, bár ugyanolyan dalszerű, egyben lefutó, hatosokkal sorjázó vers, mint oly sok ebben az időben írott Petőfi vers, amelyek közül egyben másban az álomszerűséget láttuk, a kimondott szóban való gyönyörködésnek a folyamatára ébredhettünk rá. Itt viszont csattanós a befejezés, mert a Niagara valóban már akkor is a világ legismertebb, legerősebben lezuhogó vízesésének számított, és így is tartották számon, és Petőfi erre vár. És ezt kapja meg tulajdonképpen alig több, mint két hónap után.